A koronavírus miatti megváltozott élet a gazdaság legtöbb ágazatában visszaesést okozott, vannak viszont, ahol egyenesen válság fenyeget, ilyen a húságazat, szerte a világon bezártak az éttermek, szállodák, nem működnek a konyhák, így nagy mennyiségű hús vált feleslegessé, nem csak idehaza, hanem egész Európában. Magyarországon most hetente 10-12 ezer sertéshízó torlódik fel a vágóhidakon, a túlkínálat a kereskedelemben áresést, a termelőknél válságot okoz idehaza, a húságazat szinte minden szektorában. Ez a piaci szegmens egyik napra a másikra megszűnt, hogy érzékeltessük mondjuk Spanyolország esetében. Spanyolország Európa legnagyobb húskibocsátója, éve szinte 45 millió sertést bocsátanak ki, és a 45 millió sertés nyilván időarányosan elosztva 30-40%-a Spanyolországban az a turizmusba fogy el, vagy ott van felhasználva, mind a sonkába, illetve mind a tőkehúsba, és húsvét után ugye nem indult meg a turizmus, és a rendkívül nagy mennyiségű árukapacitás, tehát akár friss húsra, vagy adott esetben félkész termékre gondolok, nincs a turizmus, keresi a piacait, és hát ugye jellemzően elsősorban ezek európai piacok, és ezek lenyomják az árakat. Így Magyarországon is jelentős élősertés árcsökkenés van. Nyilván ez kihat a feldolgozók és a sejtéstartó kapcsolatára, de elsősorban nem is az ára a legnagyobb probléma, ami önmagában nyilván azért gond, hanem azt, hogy a vágóhidak a korábbi kapacitásoknak a 70-80, vagy adott esetben 60%-át vágják csak le. Tehát egyszerűen a sertéstartóktól nem viszik el a sertést, mert nincs piaca, így nem is tudják levágni, így túltartják a jószágokat a sertéstartók, de a rotáció miatt, a tenyesztés miatt már a következő generáció az már ugye érkezne az olba a fialások után, tehát egy komoly válságnak nézünk elébe, ezt próbáljuk valamilyen úton módon levezetni majd. Hasonló a gond a szárnyasoknál, Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök igazgatója azt mondja, az Európai Uniós tagállamokban, így Magyarországon is jelentős kiesést okoz a baromfi hús piacon a turizmus vendéglátás leállása. Európai szinten egy nagyjából 25-30%-os kiesést jelent a húsiparnak, azon belül pedig a baromfiiparnak. Ez országonként nyilván eltérő, Magyarországon is ez a 25% körüli érték az, amivel nagyjából kalkulálni lehet, és hát nagyjából ez a torta, ez azt jelenti, hogy ezzel a 25%-kal kisebb lett. Ez az, ami most jelenleg feleslegként jelenik meg a piacon, és okoz nagyon problémát a hazai baromfivágó feldolgozó üzemeknek. Csorbai Attila azt mondja, Magyarországon például az élő csirke kilogrammonkénti felvásárlási ára 20 forinttal 230 forintra esett, az átlagos önköltség viszont 240-245 forint. A vágó feldolgozó üzemek kerültek nagyon nehéz helyzetbe, hiszen olyan alacsonyak az értékesítési árak, és gyakorlatilag sok esetben meg is szűnt a kereskedelem, hogy a készletek halmozódnak. Ezt követően, amikor a készleteket már nem tudják hová pakolni a hűtőkbe, akkor gyakorlatilag ez egy láncreakció szerűen tovább fog gyűrűzni a termelésre, illetve hát a szülőpár előállításra, keltetésre és a további folyamatokra is. Tehát szépen le fog állni a termelés, hiszen finanszírozhatatlanná válik. Most mindenhol a probléma megoldásán dolgoznak, a sertések esetében egy egyszerűnek tűnő, ám szinte kivitelezhetetlen megoldást látna a legjobbnak Horváth István. Lenne egy gyors megoldása, mondjuk ami a magyar sertés ágazatot érinti, de ezt gondolhatok itt ugyanúgy a baromfi ágazatra is, de most elsősorban ugye nagyobb rálátásom a sertés ágazatra van, hogy mondjuk a mai naptól, május 1-től minden magyar állampolgár csak magyar húst hajlandó megvásárolni az üzletekbe. Tehát Magyarországon éves szinten körülbelül olyan 30 kg húst fogyasztunk, ez körülbelül egy ilyen 4-4,5 millió sertésből tevődik össze. Nagyjából ennyi a magyarországi vágások, tehát Magyarország önellátó lenne amúgy sertésből. Ez sajnos most abban a szempontból nincs így, hogy a kereskedelmi láncokban, főleg a külföldi tulajdonú diszkont láncokban nagyon sok import hús jön be Lengyelországból és jellemzően Spanyolországból. A kereskedelmi láncok nem csinálnak érzelmi kérdést abból, hogy magyar sertéshúst vagy magyar baromfi húst vásároljanak, ők azt fogják megvenni, ami adott esetben az olcsóbb, és adott esetben nem azt nézik például a
húsoknál a fogyasztó kevésbé foglalkozik azzal, hogy ami úgymond friss húsnak látszik, de külföldről jött, hogy az adott esetben mondjuk egy héttel ezelőtt nem még egy fagyasztóba volt. Miután a gyártók maguk határozzák meg az Európai Unióban a termékük szavatossági idejét, az fagyasztott áruk esetében akár 2 év is lehet, mondja Horváth István a hazai fogyasztás mellett érvelve. A Baromfi Terméktanácsnál úgy látják, az Európai Unión kívülről érkező húsimport leállítása esetükben már azonnali hatást érne el a piacon. Vannak olyan javaslataink a szaktárca irányába, valamint a nemzetközi szervezetek is tettek lépéseket az Európai Bizottság irányába, ami talán segíthet megállítani ezt a folyamatot. Éppen addig nem is kívánnék olyan dolgot mondani, ami elriasztja a kedves nézőket vagy hallgatókat attól, hogy micsoda nagy baj van. Én úgy gondolom, hogy lehet még orvosolni a problémát. Ennek az első számú megoldása az lenne, ha valamilyen úton, módon az Európába érkező importhús mennyiséget korlátoznánk, illetve újra gondolnánk azt, hogy szükségünk van Európában jelenleg 850 ezer tonna éves mennyiségben importhúsra. Ez most abszolút nem szükséges. Ez egy olyan intézkedés, amivel költségvetési hatások nélkül azonnal rendezni, vagy jobbá lehetne tenni ezt a piacot. És nyilván van számtalan szakmai intézkedésünk is, ami ahhoz segítene, hogy a termelést egy kicsit lassítani tudjuk, annak érdekében, hogy ezt a megváltozott kereslet-kínálati viszont az iparág valamilyen módon rendezni tudja. A sertéstartókat még a víz felett tartja, hogy a román sertésinfluenza miatt az ottani piac viszonylag nagy mennyiségű hazai sertést elvisz, de a további útkeresés elkerülhetetlen. Másik megoldás lehetne a kínai piacnak a beindítása, de ez gyakorlatilag elsősorban attól függ, hogy Magyarország tudná igazolni azt, hogy 2 évig a sertéspestistől tünetmentes, ami Magyarországon a vaddisznóban van jelen jellemzően Kelet-Magyarországon. Ez ugye nem nagyon valószínű, tehát itt elsősorban a hazai fogyasztást ezt kellene növelni, úgyhogy minden fogyasztót arra kérjünk, hogy a boltokban kimondott a magyar húst keresni, illetve a magyar húsból készült készítmények. Ez lenne a leges-leges nagyobb segítség, amellett természetesen az ágazat azért keresi a térségben a piacokat, és ebben Románia a legnagyobb partner. Horváth István bízik benne, hogy az élet mielőbb visszaáll a régi kerékvágásba, de úgy látja, hogy a sertéstartóknak a következő fél évben a túlélésre kell berendezkedniük.